Ebben a kísérlet sorozatban a tápanyagok, az élelmiszerek tápanyagtartalmát szeretnénk kimutatni, és ezt bemutatni kémcsődő kísérletekkel. Az első anyag a keményítő, ami az emberiség táplálkozásában a legfontosabb szerepet játsza. Ezt a keményítőt mi most burgonya segítségével fogjuk kimutatni. A kísérletet úgy végezzük el, hogy tárgylemez közepére cseppentünk két csepp vizet, és ebbe a víz cseppbe fogjuk majd belerakni a burgonya felületéről készült kaparékot. Ilyenkor lényeges az, hogy a késnek a pengéje merőlegesen álljon, és ilyen laza mozdulatokkal kaparjunk a krumpli tetejéről anyagot, amit a tárgylemezen lévő vízcseppbe beleáztatunk. Nem kell belőle túl sok, mert akkor sokkal jobban látszik magának a keményítő szemcséknek a szerkezete és a színreakció is. Amikor megvan ez a kaparék, akkor a fedőlemezzel lefedjük a vízcseppet, és a cseppentőnek a gumis régével óvatosan megkocogtatjuk azért, hogy megszabaduljunk a levegő szemcséktől, és ezt a tárgylemezt helyezzük be azután a mikroszkóp tárgylemcséje alá. Amikor behelyeztük, akkor a tetejére cseppentünk egy csepp lobololdatot a fedőlemeznek a széléhez. És a kapilláris hatás következtében szépen beszívja a kálium-jodidos jódoldatot, és ennek segítségével elindul az a reakció, ami a keményítő színváltozását jelzi. Már magán a tárgylemezen is lehet látni ezt a változást, hiszen a sárgás színű lugololdat, az színében megkékül, és erről szeretnék bemutatni egy mikroszkópos képet. Itt a kivetítőn jól látszik, hogy ahol elindult a keményítőnek a jóddal való reakciója, lehet látni a mikroszkópban egy ilyen vonalszerűen a reakció lefutását. Innen indult tehát a lugololdat, ez jelzi a sárgás szín. Itt még azok a keményítő szemcsék vannak, amelyek ilyen szürke színek, és ezen a frontvonalon belül látszik ez a lilás elszíneződés, ami a jellegzetes színreakció. Érdemes sokféle metszettel ezt megcsinálni, hiszen ahány mennyiféle csoportosulásban mutatja rendkívül látványosan a keményítőnek a színreakcióját. Ez egy nagyon régi reakció, nagyon sok helyen használják, talán a legérdekesebb felhasználási mód, amikor a tejfölött lisztartalmát mutatják ki vele, hiszen hogyha sűrítik a tejfölt nem egészen tisztességes módon, akkor tulajdonképpen a liszt egyetlen egy csepp tejföl felhasználásával kimutatható. Tehát ezt nagyon könnyedén el lehet végezni órai keretek között is. A következő, amit szeretnék kimutatni, a zsírok. Ehhez a napraforgó magot használunk, amit dörzsmosárban összedörzsölve könnyebben kioldható felületet jelent, és ezt fogjuk majd melegítéssel, készítünk belőle egy szoti főzeléket. A kemény a napraforgóhoz vizet adok, ez a víz fogja majd kioldani a benne található olajat, és vigyázva arra, hogy melegítem, felforralva kioldjuk belőle az olajnak egy részét. Nagyon hamar felforr, és vigyázni kell arra, hogy folyamatosan mozgatva egyenletesen melegítsük, hiszen hogyha ez az eldörzsölt napraforgó mag egyszerre melegszik, akkor egy dugóként, forró dugóként kilőhet a környezetbe. Érezhető, amikor elkezd felforrni, fölhabzik és rotyog, akkor levesszük egy kicsit a melegítését, főzését, majd újra visszarakva a
az olaj kioldódik. Amikor ez megtörtént, megmelegedett, visszarakva a kémcsőállványba, még egy picit hűl, szeretném egy kicsit ugyanezt koncentráltabban megmutatni, ha egy kémcsőbe vizet öntünk, és ehhez a napraforgóból kivont napraforgó olajat, akkor látható, hogy a két folyadék egymással nem keveredik, akkor sem, ha jól alaposan összerázom. Időlegesen egymásba kényszeríthetők, de abban a pillanatban, amikor ez a hatás megszűnik, akkor mindkét folyadék elindul a maga helyére, a maga helyét a sűrűség határozza meg, viszont az egész jelenségnek az alapja az oldódás törvénye, tehát hasonló-hasonlót old, azaz a teljesen poláris víz abszolút kitaszítja magából a teljesen apoláris olajat, és ezáltal nem történik keveredés, oldódás. A zsíró kimutatására a szudán 3 alkoholos oldatát használjuk, ez egy vörös színű festék, ha ebből 5 cseppet cseppentek az egyik, illetve másik oldatba, akkor ennek segítségével a tápanyagok zsír, illetve olajtartalma kimutatható. Mindkét reakcióhoz egy kis időre van szükség, nem is nagyon keverem össze, látható, hogy a víz abszolút nem színeződik meg, hanem a festékanyag csak az olajban mutatja az elszíneződést, és hasonló jelenség mutatható ki a dörzsölt napraforgó mag esetében is, hogyha várunk egy kicsit keverés után is, maga ez a piros gyűrű csak a folyadék tetején jelenik meg. Hogyha ugyanezt a színreakciót megmutatjuk a dobozos tej esetében is, akkor azt a jelenséget lehet megfigyelni, hogy a dobozos tejből származó tej teljes térfogatában rózsaszín lesz. Ennek az a magyarázata, hogy homogenizálják a tejet, hiszen amikor ezt a dobozba megvesszük, akkor nagyon fontos az, hogy teljes terjedelmében felhasználható legyen. Hogyha a tejet nem homogenizálják, akkor a nagyobb cseppek kiválnak a doboznak a falán, és tulajdonképpen ehhez nem jutunk hozzá. A homogenizálás során egészen apró cseppecskékre bontják a tejnek a zsírtartalmát, és ez teljes egészében eloszlik a tejben, és így teljes egészében hozzáférhető. Látható egymás mellett, hogy az elszíneződés az olajos napnak esetén a felületen látható, ahol a zsír összegyűlik, a tej esetében pedig az egész kémcső tartalma mutatja a rózsaszín elszíneződést. A harmadik tápanyag, aminek a kimutatását szeretném bemutatni, a fehérjék. Hogyha tojásfehérje oldatot veszünk, és ehhez 1 köbcentiméter 5%-os nátriumhidroxid oldatot adunk, ami az oldat lúgosítására szolgál. Ehhez adunk néhány csepp részszulfát oldatot. Abban az esetben első pillanatban még csak a részszulfátnak a fehérje kicsapó hatása és a saját színe látszódik. Amikor ezt összekeverjük, egy nagyon-nagyon jellegzetes reakció játszódik le. A fehérjék kötését, peptid kötését kimutató úgynevezett biuret reakció. Ez egy nagyon jellegzetes ila színeződést mutat. Tehát fehérjék jelenlétében ezt a színt lehet látni. Nézzük akkor meg a tojásfehérje után, hogy hogy mutatja ezt a színreakciót a tej. Úgy fent körülbelül 1 köbcentit adok hozzá, hogy meglúgosítsam. Majd ehhez is néhány cseppi részszulfát kerül.
keverés után újfent megjelenik egy lila szín. Látszólag ez a két szín különbözik egymástól, de árnyalatában ugyanaz, a színkülönbséget az adja, hogy a tejnek eredendően a fehér színe a színnek a teltségét változtatja meg, ezeket pasztelszíneknek nevezünk, de a két szín lilás, golyás árnyalata a fehérjék kimutatásáról szól. A fehérjék a tejben is megtalálható, foszfortartalmú, kazein nevezetű fehérjék, ezeknek a kicsapásával túrót, majd pedig sajtot lehet készíteni a fehérjékből. Ezek a színreakciók tehát az élelmiszerek tápanyagtartalmának kimutatására szól.